Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük főbb híreinket! Megkezdődött az influenza elleni oltások beadása. Az ingyenes vakcinák már a házi orvosoknál vannak. Jótékonysági délután. A Tómalom utcai gyermekotthon javára gyűjtenek a hallgatók Sopronban. Tűzvész. Éppen 340 évvel ezelőtt égett le a soproni belváros nagy része. Megérkeztek az influenza elleni oltások a házi orvosokhoz, így már elkezdték beadni azoknak, akik előzetesen jelezték, hogy kérik az ingyenes vakcinát. Az influenza mellett egyébként számos más vírusos és bakteriális fertőzést is nagy számba kezelnek a házi orvosok, bár az adatok alapján még nem kezdődött el a járvány. Megnézném a torkát, jó, nagy át kéne mondjon. Egy meghűléses beteget vizsgál dr. Kárpáti György házi orvos. Az ehhez hasonló megbetegedések száma a téli idő beköszöntével ugrásszerűen megnőtt. Az orvos szerint az ilyen típusú betegség az időjárásnak megfelelő öltözködéssel elkerülhető. Ezeknek a legnagyobb részét a nem kellő módon való öltözködés számlájára írhatjuk. Nagyon fontos, hogy ilyenkor télen a hideg idő beálltával lehetőleg rétegesen öltözködjünk, tehát több rétegben. Ami rendkívül fontos, hogy lehetőleg olyan lábbelit hordjunk, ami ha nedves az idő, akkor sem ázik be, és lehetőleg meleg harisnyát, meleg zoknit, hogy alulról sem fázzunk föl. Nagyon fontos ilyenkor az étrendünkre ügyelni, lehetőség szerint vitamindúsan kellene étkeznünk, de ilyenkor C-vitaminnak a fogyasztása megelőző célzattal mindenképpen ajánlott. A téli időszakban a felső légúti influenza jellegű megbetegedések a leggyakoribbak, de az elmúlt években más típusú vírusok is megjelentek. Érdekes, hogy az elmúlt időszakban megszaporodott a vírusos hasmenéses hányással járó megbetegedéseknek a száma. Télen a vírusos és bakteriális megbetegedések is előfordulnak. A két típusú fertőzés más-más kezelést igényel. Hirtelen egy lázzal, náthával, felső légúti hurruttal jár a megbetegedés, akkor tüneti szerekkel kell próbálkozzunk, de hogyha esetleg tartós láz van, vagy köhögés erősödik, rosszabbodik a betegnek az állapota, mindenképpen keresse fel az orvosát. Tapasztalatunk szerint az ilyen felkülönböztetett betegedések, megbetegedéseknél nem okvetlenül szükséges antibiotikumot adni, hisz végül is a vírusos megbetegedésekre az antibiotikum nem hat. A tüneti szerek egy-két nap árnyugalom mellett természetesen általában eredményt szoktak hozni. Akkor, hogyha bármiféle szövődmény fölmerül, vagy egyértelműen a vizsgálatkor kiderül, hogy bakteriális fertőzésről van szó, akkor természetesen antibiotikumot is szoktunk adni. Az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat az elmúlt évek gyakorlatához igazodva térítésmentes influenza elleni védőoltást biztosít, amely a megbetegedés több típusa ellen nyújt védelmet. Ez az oltás a WHO ajánlásának megfelelően az A típusú influenzánál a H1N1 altípus, illetve a H3N2 altípus ellen véd, valamint a B típusú influenza ellen. Maga az oltóanyag az inaktivált vírust tartalmaz, tehát betegséget nem okoz, védettséget ad, a védettség kialakulásához közel 2 hétre van szükség. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hiszen most még időben vagyunk, influenza szezonról nem beszélhetünk a jelentő orvosok adatai alapján. Dr. Ács Gabriella, járási tiszti főorvos hangsúlyozta. Amennyiben kevésnek bizonyul az oltóanyag, úgy a járási hivatalokban rendelkezésre áll az utánpótlás. Előadást és konzultációt szervezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Deák téri székházában, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a NAV között létrejött együttműködési megállapodás keretében. A prezentációt dr. Lázár József, a NAV osztályvezetője tartotta. A témák között szerepelt az online pénztárgépek használatára vonatkozó, január 1-től életbe lépő jogszabályváltozások és az egyszerűsített adózási formák, mint például a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kisvállalati adó, valamint az egyszerűsített vállalkozási adó. Január 1-től kötelező lesz az online kassa, a gépjármű karbantartás, gépjármű alkatrész forgalmazás, taxis tevékenység, testedzési szolgáltatás, a textiltisztítás, valamint szaunák, szoláriumok és masszázszalonok üzemeltetése esetén is.
Ha valaki nem kötelezett pénztárgépre, de nyugtát állít ki, azt nyugodtan elektronikus módon is megteheti hasonlóan, mint a számlázó programokban. Tehát nem számlát fog kiállítani, hanem programban, hanem nyugtát állít ki. De aki viszont az NGM rendeletbe fel van sorolva az egy mellékletbe, aki ilyen tevékenységet végez, ami itt szerepel, annak a nyugtadását mindenképpen pénztárgéppel kell teljesíteni. És ebben a körben történik változás január 1-től, tehát bővül azoknak a köre, akik kötelezően pénztárgéppel fognak eleget tenni a nyugtadási kötelezettségüknek. Persze, hogyha valaki nem kötelezett pénztárgéppel nyugtát adni, minden további nélkül választhatja azt, hogy mégiscsak használ pénztárgépet. Idén is megrendezi jótékonysági délutánját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Lámfalusi Sándor közgazdaságtudományi kara. December 7-én a Tómalom utcai gyermekotthon lakói javára gyűjtenek a hallgatók. Sok érdeklődőt vonzott tavaly a jótékonysági délután a Nyugat-Magyarországi Egyetem Lámfalusi Sándor közgazdaságtudományi karán. A Tómalom utcai gyermekotthon lakói javára akkor összesen több mint 300 ezer forintnyi adomány gyűlt össze. A rendezvényt idén is hallgatói feladat keretében szervezik meg a karon. Ez már egy több éve hagyomány nálunk így az iskolában is a karon, hogy órai kereteken kerül egy projektmenedzsment órán hallgatótársak gyűjtünk bizonyos intézményeknek. Ez most már harmadik éve a Tómalom úti gyermekotthonnak történik. A jótékonysági program idén december 7-én, szerdán délután 2 órakor kezdődik a Kar Erzsébet utcai kampuszán az aulában. Állófogadást rendezünk az egyetemen december 7-én 2 órától, ahol tombola sorsolást rendezünk, többek között az intézménynek a neveltjei is részt vesznek, a műsorral készülnek, a deszkatársulat lép fel nálunk, valamint átadjuk a végsőképpen az összegyűjtött adománynak a jelképes összegét is. A hallgatók célja, hogy minél nagyobb pénzbeli, illetve tárgyi segítséget adhassanak a gyermekeknek, szebbé téve számukra a karácsonyt. A programok mellett forralt bor, tea és süteményvásárral is várják az adakozó szándékúakat az adománygyűjtő délutánon. 340 évvel ezelőtt ezekben a napokban pusztított Sopronban az a tűzvész, amely után a városkép teljesen megváltozott. A középkori épületek többsége ugyanis elpusztult a lángokban. A korabeli feljegyzések szerint 1676. november 28-án 2 gyerek gesztenyesütés közben okozta a tüzet. A mai Széchenyi téren ennek a háznak a helyén állt az az épület, ahonnan elindultak a lángok 340 évvel ezelőtt. A feljegyzések szerint az ott lakó gyermekek véletlenül felgyújtották saját házukat, a lángok gyorsan terjedtek, és rövid időn belül az egész belváros a tűzmartaléka lett. Advent első vasárnapja előtti szombaton történt mindez. A kora délutáni órákban az akkori hosszú soron, ami a mai Széchenyi tér része, pontosabban a mai postapalota és a Domonkos rendház között Varkoveil György 2 gyermeke a hátsó pajtában gesztenyét akart sütni, és ebből 2:30-re hatalmas tűzvész kerekedett. Ehhez hozzá kell tenni, hogy erős szél is volt ebben az időben, ezt is tudjuk. A tűz átterjedt a líceum épületére és tovább a mai Rákóczi utca fele, majd keleti irányba a Magyar kapuig, ami a mai Domonkos utcát és a Kőfaragó tér szélét jelenti. Tovább haladta az akkori Ezüst utcán, amit most Ötvös utcának hívunk, és innen a tűz átcsapott a belvárosba, amit teljesen elpusztított. A többnyire a középkorban épült házak nagy része leégett, ahogyan a tűztorony is megrongálódott, ezután nyerte el mai formáját. Nagyon meredek, kicsit hajló, csúcsos sisak volt, ez megsemmisült a tűzvészbe, és az is biztos, hogy a torony felső szintjei is megsérültek. Nemes András művészettörténész azt mondja, a várost legalább olyan gyorsan helyreállították, mint amilyen hirtelen a tűz megrongálta.
nagyon gyorsan elindul a város helyreállítása. Csányi János szerint először a Brükl tornyot hozzák rendbe, de hogyha arra gondolunk, hogy 1681-ben itt már koronázás van és országgyűlést tartanak, akkor azt mondhatjuk, hogy 5 év alatt szinte az egész várost rendbe hozták, beleértve az akkori városházát. A művészettörténész azt mondja, az akkori városkép teljesen eltért a maitól, a tűzvész előtti középkori gótikus stílust a barokk váltotta fel. Sopron városa ezután a tűzvész után kapja a mai képét, tehát a mai barokk képét. Épülnek ki a lodzsák, a zárterkélyek, a barokk kapuzatok, homlokzatok. A 340 évvel ezelőtti tűzvészben nem csak középkori lakóházak égtek le, több templom is a lángok martalékává vált. Jellemző a tűz nagyságára, hogy még a harangok is megolvadtak. Az egyik kolostorban pedig 2 ferences rendi szerzetes is bennégett. A napokban került ki a nyomdából a soproni születésű dr. Borsos Árpád Az utolsó pillanatban című memoár kötete. A szerző a soproni magyar király Rákóczi Ferenc gyalogsági hadapródiskola rövid történetének ismertetése mellett a növendékeinek, az ott szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tiszteknek és tiszthelyetteseknek kíván emléket állítani a könyvvel. Vasárnap a Perkovácsház Daruka termében mutatta be a geodéta társadalomkutató dr. Borsos Árpád legújabb könyvét. Az utolsó pillanatban adalékok a soproni magyar királyi Rákóczi Ferenc gyalogsági hadapródiskola történetéhez című kötetben a szerző az általa készített beszélgetések és levéltári kutatások alapján nyújt új, eddig nem ismert emlékeket, adatokat a soproni hadapródiskola históriájához. A könyvbemutatót követő dedikálás során a szerző elmondta, a téma választását több szempont motiválta. Legfőképp az, hogy édesapja, az alamegyei Novak községből származó Borsos István a hadapródiskola hivatásos állományú tiszthelyettese volt. Így Borsos Árpád Sopronban született, és számos általa példaképként tisztelt szeméről tudta meg, hogy az iskolához kötődtek. Ezen felül hasonló erejű indítatás jelentett, hogy az intézetről jó 4 évtizeden keresztül hivatalos kiadványokban, fórumokon alig-alig lehetett olvasni, hallani. A kötetből kirajzolódik az ott tanuló utolsó évfolyamok tagjainak személyes története, amíg élő néhány növendék és a hivatásosok leszármazottainak megszólaltatásával. Az eddig a nyilvánosság számára elérhetetlen, még nem publikált dokumentumokkal, fényképanyaggal gazdagított mű több, a hivatalos rehabilitációban kezdeményezés vagy éppen érdekképviselet hiány nem részesült személy részére az erkölcsi elégtétel adását célozza meg. A könyv megjelentetéséhez és a szerző kutatásaihoz a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást. Továbbra is igazi vásári forgatag várja a látogatókat a karácsonyi díszkivilágításban pompázó várkerületen. Az adventi rendezvénysorozaton hamisítatlan karácsonyi hangulattal, fenyő és fahéj illattal, étel és italfinomságokkal, kézműves termékekkel találkozhat az, aki a történelmi belvárosban sétál a következő hetekben. Szerdán adventi dalokat és a Gárdonyi Géza általános iskola kórusát hallgathatják meg a várkerületre kilátogatók, a hétvégéig pedig számos kulturális program várja a látogatókat. Lesz gitármuzsika, fellép a Prakker zenekar és fúvósok is szórakoztatják majd a közönséget. Vasárnaponként pedig közös gyertyagyújtással hangolódhatunk az ünnepre. A tűztorony tövében felállított pódium szerdától vasárnapig kínál érdekes programokat az adventi időszakban, míg a vásár egészen karácsonyig minden nap várja a látogatókat. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk. Majd érkezik a mozaik, amelyben a nemrég feldolgozott és most már bárki számára megtekinthető Széchenyi könyvtár töredékről lesz szó. Majd Limonádé című ifjúsági magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Napraforgó lakópark.
Szerdán eleinte napos, tiszta idő lesz, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől néhol hószálingózás is előfordul. A szél nyugatira fordul és élénk lesz. Reggel -4, délután +3 fok körüli értékeket mérhetünk.